A kormányzat illetékeseivel történő egyeztetések egyik vezér alakja az előzményekkel kapcsolatban elmondta, az EU ragaszkodott hozzá, hogy a szakszervezetek is legyenek benne abban az úgynevezett monitoring bizottságban, amely azt vizsgálja, hogy a kormány megtette mindent azoknak a céloknak a teljesítéséért, amit korábban írásban is felvállalt. A monitoring lényege, hogy aszerint adnak vagy nem adnak pénzt az országnak, hogy a vállalások, a mérföldkövek teljesülnek, avagy nem. Az EU illetékesei úgy látják, hogy a kormány arról számol be, hogy teljesít, ugyanakkor ennek ellenkezőjét tapasztalják. A Monitoring Bizottságot arra találták ki, hogy derítse fel a helyzet ellentmondásait, hogy tényleges ellenőrzés, a valóság feltárása megvalósulhasson, tájékoztatta a jelenlévőket Nagy Erzsébet. A PDS képviselője úgy vélekedett, hogy a kormány olyan jogszabályt akar alkotni a státusztörvény és a köznevelési törvény módosításával, amely nem felel meg az uniós vállalásoknak. Javaslataink közül volt, amelyeket befogadtak, a baj az, hogy sokat viszont nem, fogalmazta meg csalódottságát az előadó. Több vállalása van Magyarországnak, amely arról szól, hogy olyan jogszabályokat kell alkotni, amely vonzóvá teszi a pedagógus pályát, amely nem vesz el szerzett jogokat, továbbá nem sért autonómiát. Ez a státusztörvény, amely ellen tiltakozási hullám indult el, megfelel ezeknek a vállalásoknak, tette fel a költői kérdést a szakma képviselői előtt a szakszervezet embere. Nagy Erzsébet később gyakorlati oldalról is megvilágította az elmondottakat, különös tekintettel a szférában dolgozók bérezésének, munkaidőbeosztásának kérdéseire, azok ellentmondásaira. Elhangzott, többek között jó bértarifa rendszerre, a munkaviszonyban eltöltött idő figyelembevételére, honorálására, a végzettség szerinti bér differenciálására lenne szükség. Az előadó a vitatott tárgyalások bővebb, naprakész megismeréséhez és megértéséhez többek között a nedolgozingyen.hu honlapon közzétett információkat is ajánlotta a jelenlévők figyelmébe.